Remélem most már valami könnyebb büntetés lesz, mert ezek az eddigi büntetések, hát... Na, akkor nézzük a következőt. Igyál meg egy darab nyers tojást! Ez most komoly? Ezt írtátok? Akkor ez lesz a büntetésem, igaz? Na. Hello, bello, srácok! Itt vagyunk a Noob vs Hardcore vadonatúj részével, ami a 8. rész, ha minden stimmel, ha nem, akkor nem a 8. rész, de akkor nem tudom, hanyadik, de majd, hát látjátok úgyis a címbe, sose nézem meg. De ti úgyis jobban tudjátok, mert most kattintottatok rá. Ebben a videóban nem mást fogunk csinálni, mivel nagyon sokan írtátok kommentben, hogy építsek oda át a tehenekhez egy hidat, ezért azt fogjuk csinálni, hogy építünk oda a tehenekhez egy hidat, meg további ilyen dolgokat csinálunk, hogy például learatjuk ezt a cukornádat, meg ilyen másféle, ilyen mindenféle dolgokat, növeljük a búzát, szerzünk, meg hát ilyesmi dolgokat csinálunk. Ezen kívül még nagyon érdekes dolgokat is fogunk csinálni, ugyebár, mert ugyanis az előző rész végén mondtam, hogy ha nem találok a rész végén gyémántot, Ha nem találok gyémántot, akkor írjatok nekem büntetéseket a kommentben, és azokat meg fogom csinálni, és én kiválasztgattam olyanokat, amiket így azért meg lehet csinálni, mert hát írtatok olyanokat is, ami eléggé, hát ilyen, hát nehéz megcsinálni, sok idő, és akkor hát azokat most nem választom bele, mert most ha 10-et megcsinálok, és akkor egy kerül egy órába, akkor 10 az 10 órába kerül, és nem tudok 10 órát itt ülni, szóval igen, ezt fogjuk csinálni, építjük a hidat, és emellett csinálom a büntetéseiteket, amiket ti írtatok. Úgyhogy kezdjük is az első büntetést, mielőtt elkezdenénk építeni a hidat, és az pedig nem más, mint szerintem a büntetés az legyen, hogy az összes most meglévő gyémántod, vasad és aranyad lávába kell, hogy dobd. Jó, teli van az inventorim, jó. Semmi gond egyébként, amúgy. Csinálom a büntetést, megyek le, keresek lávát, már is. Jó van, ott a láva, akkor... Hé, itt van... Ja, majd azt később kiszedem, azt a vasat. Nem kell az most nekünk, igaz? Jól van, itt a láva, na akkor csinálom. Akkor csinálom a büntetést, igen, itt van. 49 vas, igen, jó, ó, igen, aha. Ó, belement a lávába, tökéletes, jó, 31 iron ingot, oké, és ó, az is jó van. Jó, 12 gold nugget, igen, rav gold, 17, ó, jó van. Jó, na akkor menjünk, igen, csináljuk a dolgunkat, azaz építsük a kerítést. Jó van, na. Amúgy így gondolkodtam, srácok, elég jó esélyünk vannak ebben a hardcore-ban. Hát, már mióta megy, nem? Azt még meg se haltunk. Vas, hát látjátok, nem is olyan nagy dolog ez. Hát, eldobtam a vasamat, egy kis részét már vissza is szereztem, úgyhogy... Igazából semmi különös. Jól van, menjünk. Most egy kicsit építjük a hidat, és utána megnézzük a következő büntetést, hogy mi az. Hát ennél biztos könnyebb lesz, mert ez elég nehéz volt, őszinte leszek, jó? Oké, és akkor mit is csinálunk? Hát először is enni kéne, mert ilyen fog halni. Szóval, hogy is kell enni? Itt van cooked muttonom. Ezek, srácok, egy kis cooked mutton. És miből építsem a hidat? Szerintem csinálom ebből a darkokból, mert az is olyan jól néz ki. Majd lehet, hogy itt mert nekem ez a darkok elég tetszik, és lehet, hogy abból csinálom ide a kerítést a szigetre is majd. Majd ezt is le kell aratni, a cukornádat, még ebben a részben, hogy az is legyen, meg kell a papír a könyvhöz, hogy tudjak könyves polcot, hogy tudjak enchantolni. Meg hát szint is kéne, úgyhogy majd azt is kell szerezni. Hát egy csomó minden van. Aztán most már el kéne kezdeni haladni is a játékban, hogy valamelyre fejlődjünk. De most egyenlőre, hát most bevállaltam, hogy büntetéseim lesznek, úgyhogy most a büntetéseket csinálom. Oké. No, kicsit arrébb parkolunk a csónakkal, és szerintem hát kb. Innen fog lenni a híd, úgyhogy ezeket itt ki is ütöm szerintem. Jó, nos, akkor kell csinálni, hát ugye Dark Oak log az nem kell szerintem, mert szerintem nem Dark Oak logból csináljuk, hanem
hanem plankből, úgyhogy megcsináljuk az összeset planknek, jó? És csinálunk ugye lépcsőt, és gyorsan alszunk. Ez nagyon durva volt ez az első büntetés, rácok, ilyet legközelebb ne csináljatok, mert egyszerűen összetajam magam a fájdalomtól. Ezt be lehet ide kötni. Mert ha nem, akkor fog körülni. Nem, akkor egyen hátrébb rakom. Csináljam magasabbra? Vagy... Ja, hát persze, hát magasabbra csinálom, hogy át lehessen alatta menni, nem? Hát ott is meg úgy csinálom, hogy el lehessen férni mellette. És akkor így lesz a lépcső, ugye? Ez így jó néz ki, de akkor kell még lépcsőt csinálni. Na mindegy, csinálunk még lépcsőt majd. Így, és akkor így megyünk át. És akkor átférünk alatta, nem? Így átférünk alatta? Gyorsan beépítem. Megnézzük, hogy átférünk-e alatta, és akkor el is jött az idő a következő büntetéshez, amit mindjárt megtudhattok, hogy mi az, hogyha van egy kis együttérzésetek velem, és együtt éreztek velem, hogy el kell égetnem a gyémántomat a hardcore-ba, akkor lájkoljátok nekem ezt a videót, és írjátok le kommentbe, hogy júj, Krisz, de bátor vagy. Ezt írjátok le. Na, és most megnézzük, hogy átférünk-e a híd alatt. Így átférünk, jó van. Tökéletes, akkor így lehet építeni. De mielőtt tovább építenénk, azelőtt nézzük a következő büntetést. Ho-ho-ho, alig várom. Szerintem csináljon 70 googolást. Na jó van, ez még elmegy, srácok. 70 googolás. Amúgy is szoktam googolni, úgyhogy 70 googolást azt hamar meg tudok csinálni. Úgyhogy hátra megyek és nyomom is a 70 googolást, jó? 1, 2, 3, 4. Na jó, van, srácok, egy kicsit pihenek, 50-nél tartok, még 20 van hátra. Én úgy gondoltam a büntetéseket, hogy a játékban, ám, nem való életben, remélem több való életeset nem írtatok, mert nem tudom, én... Jó? Jó van, megvan 70 googolás, jaj. Mert tovább és nem sokára csináljuk a következő büntetést, de egyenlőre még... Tudjátok mit, gyorsan elmegyek. Leszedem a cukornádat. Kigondoltam volna, hogy 70 googolás így elfáraszt, bakker. Nagyon rossz formában vagyok most. Mennyit szedtem? 28 csak. Kéne még ültetni. Ültetek ide is. Hát ez most kicsit könnyebb szívvel tudtam megcsinálni, mint az előzőt. Úgyhogy olyan szempontból jobb volt. Jó, teszek ide még. És már megint megy le a nap. Egész nap googoltam. Hú! Azért durva edzéseket nyomok én, mi? 16 cukornádam van, plusz beültettem egy rakást, úgyhogy... És már több is fog nőni. Milyen szép ez a házam. Berakom a chestbe, de már chestembe sincs nagyon hely, úgyhogy... Azt a 47 cukornádam van, csinálok papírt belőle. Mennyit csináljak? Hát ennyit. Hú, már van 10 tojásom, a csirkéket is. Elkezdhetem csinálni. Ezt lehet be kéne itt építeni még, nem? Ja, beépítem. Csinálok még egy slabet? Csinálok egy slabet. Megnézem, hogy ez úgy milyen. Csinálok ennyi slabet. 18-at szerintem az elég lesz, és akkor megnézzük, hogy az jó néze ki így. Nem, basszus, mindjárt tönkre megy a Iron X-em. Ezt föl kéne javítani. Vagy nem tudom, megéri ezt feljavítani? Ja, így jó lesz. Oké, és na. Építsük tovább. Ja, először megépítem a túloldalt. Aj, ne! Kell még csinálnom lépcsőt. Nem hiszem el, nagyon szétszort vagyok. Jó, most elfáradt egy kicsit az agyam ettől a googolástól. Ott fönn megcsinálom ezt a lépcsős részt. Vagy a túloldalon megcsinálom ezt a lépcsős részt. Túloldalon megcsinálom ezt a lépcsős részt. És jöhet a következő büntetés. 20 lépcső, az már talán elég lesz. Mert, már csak azért mondom, mert még kéne ide. Mi a francot csinálsz, te szemétláda? Hogy kell ezt? Így? Ezen milyen enchantom van nekem? Efficiency 1, azt nem is érdemes csinálni. Hogy kell ezt ide rakni? Ez jó néz ki így szerintetek, srácok? Szerintem nem néz ki olyan rosszul. Nem. Nem. Helyet nem hosszabbította meg. Ja, mert slabet raktam oda, hülye vagyok. Ez a lépcső berakás nekem annyira nem megy, és mindig rosszul rakom be. Így.
Na. Így jó, nem? De nem. De amúgy így jó lenne. Így jól néz ki szerintetek? Szerintem elég jó. Jó. Na, már megint eljött az éjszaka, úgyhogy akkor megyek, alszok, és akkor megcsinálom a következő büntetést, mivel eljött az éjszaka. Remélem most már nem kell semmi nagyon durvát csinálnom, mert Szerintem az legyen a büntetésed, hogy egyél egy csípős dolgot. Nem voltam elég világos. Úgy gondoltam, hogy a játékban mondjatok büntetéseket, ne itt a valóságban, de mindegy. Ide hoztam egy erős paprikát, és megeszem ezt az erős paprikát. Vagyis hát nem egyben, először megkóstolom, hogy mennyire csíp. Jó, hát eddig sem ennyire szinte. Hát eddig nem csípett egyáltalán, úgyhogy akkor beharapom az egészet. Menjünk, csináljunk tovább. Leszedem a búzát. Hú, de jó, megnőtt már. Hey, nem szedi fel a búzát. Le kell tennem ezt a nyomvadékot. Mondjuk ezt ide leteszem, ezt a... Azért majd még keresik egyet, azt beültetem. Legyen helyem a búzának, jó? Oké, leszedtem. Gyorsan berakom. Kell most már valami inventory managementet csinálnom, mert nagyon teli van az inventory, meg a chestjeim is teli vannak, meg minden. Jó, ide berakom a magos, ezt is berakom ide. Kell majd letetni a teheneket. Jó, na építsük tovább az izét. Most már srácok, kicsit megkímélhetnétek engem, mert nem tudom mi lesz, ha így folytatjuk. Ha ilyen büntetéseket kapok továbbra is, akkor végem van a videó végére. Úgyhogy kicsit azért fogjuk vissza magunkat, jó. Mindjárt végére érünk, először is visszamegyünk. Csónakkal kéne jönni, és nem gyalog. És akkor hamarabb visszaérünk, de most már mindegy. Hát... Elég szó. Úgy nem olyan rossz. Ja, csak itt... Ja, persze, hát ez nem kell ide. Hát itt lesz... kerítés, barátocskáim. Ez hány blokkra van a parttól? 1, 2, 3. És ott kezdődik ugye a lépcső, igaz? Jó. Átmegyünk, és megcsináljuk a lépcsőt, ami... Várja, itt van. 1, 2, 3. És ott van a lépcső, igaz? 1, 2, 3, 4. Okés. Lépcső. No, mit csinálsz, te barom állatú? Itt van még a 64-es plenkes. És azt gyorsan végépítjük. Oké, és állítólag most már kész is vagyunk. Teljesen átépítettük magunkat a tehenekhez híd szempontjából. Mondjuk jó nagy lett ez a híd. Oké, és még ezeket kell berakni. De csak azután rakjuk be, miután megcsináltuk a következő büntetést, mert nagyon jól haladunk a híddal, és a büntetésekkel pedig nem annyira, úgyhogy megcsináljuk a következő büntetést. Szevasz Krisz, legyen az a büntetés, hogy meg kell csinálnod egy zombi XP farmot. Még segíteni is fog Szeva. Igen, találtam egy zombi spannert az előzőben. Hát, ez jó, megcsinálom a zombi XP farmot, csak az rengeteg időbe kerül, meg azt szerintem, hát meg az igazából annyira nem is büntetés, úgyhogy most ezt nem lehet büntetésnek ítélni igazából, úgyhogy szerintem azt akkor a következő részben megcsinálom, úgyhogy ha jó sokan lájkoljátok a videót, akkor hamar jön a következő, és megcsinálom a következő részben a zombi XP farmot. Remélem most már valami könnyebb büntetés lesz, mert ezek az eddigi büntetések, hát jó, na akkor nézzük a következőt. Legyen az a büntetés, igyál meg egy darab nyers tojást! Ez most komoly? Minecraft hardcore sorozatot csinálok, és az a legyen a büntetésem, hogy igyak meg egy nyers tojást. Ezt írtátok, akkor ez lesz a büntetésem, igaz? Na. Nyom. Ez csodálatos volt, jó? Már meg is termett 3 búza. Jaj. Micsoda izgalmak vannak ebben a részben. Nem, megnőtt a búza. Hát ez szerintem valami varázslatos. Na, jól van. Köszi szépen, srácok, egyébként. Nagyon jobb büntetéseket írtatok. Ez remek. Ez például egy remek büntetés volt. Nagyon örülök neki. Na, csináljunk kerítést. Így kell? Igen, jól van. Legközelebb, hogyha ilyen lesz esetleg, akkor... Azért nem kell ennyire komolyan venni ezeket a büntetés zsdiket, hogy ha esetleg legközelebb van, akkor légy szíves,
nem árt, hogyha az én életben maradok a videó felvétel végére, srácok, azért tudjátok, hát azért kell még videókat fölvenni itt az embernek, hát úgyhogy azért kicsit visszább lehet venni, nem kell azért az embert kivégezni, jó van. Ennyi Dark Oak Plank-en van már, csak ezt nem mondod komolyan. Ja nem, hanem fogom és beültetem ezt a nyomvadék Dark Oak. Ezt ugye nem mondod komolyan. Ezt nem hiszem el, basszus izé. El kell mennem majd Dark Oakért. Nem szedtem össze a saplingeket, és csak 3 saplingem volt, és nem tudom megnevezteni a Dark Oakot. És el kell mennem megint Dark Oakért. Ami amúgy nem olyan nehéz, mert csónakkal megyünk, szóval. Na, akkor gyorsan srácok, bepattanunk a csónakba, elmegyünk Dark Oakért. Hol van a csónak, hol van a csónak, hol van a csónak? Azért jól fog kinézni ez a híd, nem az én mondom. Menjünk csak át. Na most ki is próbáljuk, elmegyünk a csónakhoz. Király. Jó, át is menjünk a csónakkal a híd alatt. Oké. Jó van, szép. Mindjárt visszaérek a sötét tölgyel, a Dark Oak-kal, és jöhet a következő büntetés. Amúgy saplinget kéne. Ja, gyorsan kivágom. Kivágok egyet, és akkor hogy se legyen saplingem. Egy kicsit kéne kivágni, amit hamar ki lehet. Ja igen, ezt már egy félig megcsonkítottam, na akkor az pont jó lesz, mert akkor az elkezdi dobálni a saplingeket. Ott van egy lovacska is, azt meg kéne szelidíteni. Vagy szamarat? Lehet, hogy srácok, mém legyen nekem, legyen szamaram? Azt hiszem, azt is meg lehet szelidíteni. Az nem szamar, az egy bárány, ez egy fekete bárány. De mindegy, mém legyen nekem, legyen, hogy hívjákom? Legyen szamaram, ló helyett, mert azt hiszem lehet ló helyett szamár. Ha ló nincs, szamár is jó. Úgyhogy írjátok le a kommentbe, hogy szerintetek legyen-e szamaram inkább, vagy legyen lovam. Mert mindig lova van mindenkinek, és akkor gondoltam, hogy most lehetne az, hogy nekem nem lovam van, hanem szamaram. Na, meg is van, azaz egy, két saplingem is lett, jó? Úgyhogy azt akkor elültetjük. Meg van Dark Oak-om is, és akkor még beton fejezni a hidat. És most visszaérek, és jöhet a következő bünti, ami remélem egy nagyon egyszerű és könnyű bünti lesz, mert most már tényleg nem is tudom, mit csinálok, hogyha valami nehéz büntit adtok. Hú, hát amúgy jó, hogy bele kellett dobni, most azon gondolkozom, hogy azért bele kellett dobni a 2 gyémántomat a lávába, de igazából, ha belegondolunk, azért van már egy gyémánt csákányom, ami elég jó. Arra még rá tudok tenni egy mendinget, akkor már igazából van egy örökös gyémánt csákányom, úgyhogy tök jó. Na, visszaértünk, nézzük meg, hogy mi a következő büntetés. Húzzá majd nevű Google Assistant. A következő büntetés az nem más, mint... Szia, szerintem a büntetésed legyen az, hogy ki kell dobni az összes diádat. Haha, ezt már megcsináltam. És a diacsákid... Jó, szerintem én inkább lehet magamat dobom ki, most már nem a diacsákimat. Ezt ne. Ne érjek oda soha! Menjünk, csináljunk kerítéseket, jó? Jó, igen. Nagyon jól megy ez a hardcore, jól van. Oké, és akkor... gyorsan ezt berakjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. Akkor annak van közepe a 20-nak. A 10 az a közepe. 9, 10. Akkor általában ez a közepe, igaz? De nem. Mert 1, 2, 11, 12. Akkor miről beszélsz te? Ja, mert úgy van 10, hogy 10 luk van, nem? 9, 10. Nem, mindig egy... Vagy hogy van ez? Leszarom most már. 1, 2, 3, 4, 5. Leszarok mindent a francba már. Így leszek a fákják. Ha valakinek nem tetszik, akkor az menjen a 6-karos büdös... Remélem érthető volt. Ha minden igaz, akkor... Ja nem, még kell oda lépcső genyúskodás. Hol van? Van még lépcsőm? Van. Jó, akkor ott is megcsinálom ugyanilyenre ezt a retket. Hia. Jó. Így. Oké, és kész van a híd, ez az, végre legalább egy jó hír ebben a részben, ez nagyszerű, srácok, kész van a híd, ezt el sem hiszem, nagyon jó lett ez a híd, végre át tudunk menni a tehenekhez, és már csak egyetlen egy büntetésem maradt hátra, amit írtatok a kommentben, azt már meg is nézzük, most már nem érdekel egyszerűen
tök mindegy, kész van a híd, az a lényeg, annak örülök, áttok jön a tehenekhez, megnézzük, mi a büntetés. Bünti, öld meg az összes tehenet! Ennyi volt a videó. Következő videóban találkozunk, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Hello, sziasztok!